Elhalasztották a köznevelési törvény sok kritikával illetett módosításának záró szavazását. Sajtóhírek szerint elsősorban a Waldorf iskolákra vonatkozó rész miatt döntöttek a halasztás mellett. A kormánypártok ugyanis nem számoltak azzal, hogy ez milyen széles körű felháborodást vált ki. A stúdióban Szűcs Tamás. Aki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az elnöke, jó estét kívánok! Jól gondolom-e azt, hogy ez azért túlzás és tévedés, hogy ez a Waldorf iskoláknak ártott volna különösen? Ez valamennyi alternatív iskolát nehéz helyzetbe hozta volna. A Waldorf egy jó példa volt arra, hogy például ők, akik nem véletlenül egy másik tanrend szerint, egy másik tanterv szerint oktatják a gyerekeket, ők megoldhatatlan helyzetbe kerülnek. Jól gondolom? Igen, minden alternatív intézménynek ez árthatott volna. A Waldorfnak különösen, és a Waldorfnak igen erős érdekérvényesítő ereje van. Tehát azt gondolom, hogy már bizonyos pletykák, nem tudom, bizonyos pletykákról már tegnap lehetett sejteni, hogy esetleg valami történik. A Waldorf érdekérvényesítő ereje miért jobb és több, mint mondjuk a teljes oktatási szektori? Azt gondolom, mert eleve egy olyan tanmenet, egy olyan munkarendszerint dolgozik, amely a kreatív középosztálybeli vagy afölötti gyermekeknek a továbbhaladását sokkal jobban tudja biztosítani, ahol eleve a családi háttér sok mindent megadott. Én azt gondolom, hogy egy ilyet... Várjanak, fordítsuk le. Tehát azt mondja, hogy sokan lehetnek érintettek a parlamentben, vagy a körül dolgozók körében, akiknek ez fájhatott volna? Igen, és én ezt nagyon szomorúnak, nem azt tartom szomorúnak, hogyha emiatt a köznevelési törvénynek a módosítása most elnapolódott. Hanem, hogy emiatt? Hogy emiatt. Mert hogy lenne miért, az világos, de azt tudom mondani, hogy amikor érdekérvényesítő csoportok, és mondom, ha nem hallottam volna pletykákat erről előzőleg egy-két nappal, akkor lehet, hogy ártatlanul ülnék itt, és jaj, de jó, de tényleg azt mondom, hogy itt érdekérvényesítő nagy érdekérvényesítő erejű csoportok képesek elérni azt, amit nem képes elérni a szakma. Nem az lesz, hogy visszakerül ez a törvénytervezet a parlament elé azzal a fél mondattól, hogy kivéve Waldorf? Nem tartom kizártnak. Komolyan? Nem tartom kizártnak. Mit okozott volna az alternatív iskolákban, és lépjünk el a Waldorftól, mert őket azzal nem vádolhatjuk, hogy rosszul mit tesznek, hát nem, saját érdekeket védik, hát ez teljesen természetes, a diákjaik érdekeit védik ők is, persze. De mit okozott volna az alternatív oktatásnak, és akkor írjuk körül, hogy mi az alternatív oktatás, mert szerintem ezt sem mindenki tudja. Eltérhetnek, teljesen eltérhetnek a tanmenetőkben attól, amit előírnak az állami vagy egyéb fenntartású kerettantervek szerint működő intézményekben, mivel ettől eltérhet, igazán csak a kimenetnél kellett produkálni azt, amit elvárásként megfogalmaznak. Mondjuk a 8. osztály végére oda kellett eljutni, mindenki másnak, addig, és azt csináltak addig, ahogy ők gondolták. Ahogy ők gondolták, olyan utat választottak, és ez a 30%, amiről szólt a FÁMA, ez egy nagyon érdekes szám számomra, aki már tavaly is figyeltem a NAT-nak a vitáját, ahol arról volt szó, hogy jelenleg 10%-ban lehet eltérni a kerettantervtől, és a NAT-nál, még prominens emberek is azt mondták, hogy nagyobb lesz a szabadság, 20-40%-kal el lehet majd térni a kerettantervtől a meg nem valósult NAT-ra, ami tavaly ilyenkor ültem itt talán ezzel kapcsolatban. És fogalmazott meg kételyeket az ügyben, hogy ez annyira bíztató, hogy biztos nem lesz belőle semmi. Így van. És ez a 20-40% ez, hogy erről beszélgettünk. Na most, hogyha 30%-ra vágták volna vissza, akkor gyakorlatilag az állami fenntartású intézmények mozgástere nem sokban különbözött volna attól, amit egy alternatív magánintézmény ma megtehet. És milyen jó lenne, hogyha ennyi szabadsága lenne a pedagógusnak és az iskolának? Igen, nagyon el kéne gondolkodni azon, hogy a rend az nem az uniformizmus, hanem az, hogy a sokszínűségben tudok rendet teremteni, tehát működőképessé teszem a sokszínűségét, és távolról sem az uniformizmus. Ma azt tapasztaljuk, hogy inkább az uniformizált megoldások felé mennek el, a központosított adminisztratív megoldásokkal próbálnak rendet tenni ott, ahol egyébként ennek nincs feltétlenül mindig helye. A magántanulói rendszerrel, mint lehetősége, mi volt a baj? A magántanulói rendszerrel én úgy vélem, hogy igazi probléma az, hogy fogalmazok így, nem rendeltetésszerűen használták sokan az oktatás szereplői közül. És ezzel finom vagyok, mert amikor problémás gyermekeket izolálnak a magántanulói státussal, akkor valami jogszerűtlenül kirekesztik abból a folyamatból, ami a többinek tartozik. Vagy amikor... azt mondja, hogy az iskola nem bír vele, mert mondjuk túl sok intője van, igen. És azt mondják, hogy mindig beszél, zavarja a tanítást, egyszerűbb azt mondani, hogy tessék elvinni magántanulónak, és akkor minket nem zavar, igen. Majd bejöhet vizsgázni, nagyon szeretjük a gyereket ezután is. Egyértelmű gyakorlattá vált, és hadd szól szóljak azon gyerekek védelmében, ahol adott esetben ez már tényleg a többi gyermeknek a tanulócsoportban való haladását is akadályozhatta, de erre nem ez a megoldás, hanem erre az a megoldás, hogy fejlesztő pedagógus, nem egy tanár megy be a tanulócsoporthoz, hanem fejlesztő pedagógus van, azonnal, ha valaki problémát mutat, már foglalkoznak vele külön, tehát nem feltétlenül az a megoldás, hogy magában az egész rendszerből elrekesztjük, csak ez pénz kell, és ilyen típusú módosításokat szeretnénk látni a köznevelési törvényben, amely erről szól, hogy pénz és humán erőforrásnak a bővítés, ami éppen hogy szűkülőben van. Az, hogy a magántanulói rendszert lényegében meg akarják szüntetni, ez csomó olyan gyereket is érint majd, aki viszont tényleg erre a megoldásra szorul? Vagy tényleg egy kibúvó volt, mert jól sportol, mert szépen zongorázik, vagy mert probléma van vele? A gyakorlat, amit én is láttam, hogy néhány tanulót érintett, kiváló sportot, vagy kiváló, egyébként valamiben nagyon kiváló tanulót, hogy jusson ideje arra, mire specializálódik. Egyébként pedig valóban a tendenciát, hogy egyre többen választották ezt az utat, akár az egészségügyi problémák miatt is indokolt, viszont egyértelmű, hogy a 8000-ből, most a számokat nem tudom, de már több ezer olyan tanuló van, aki nem az eredeti célnak megfelelően került be ebbe a rendszerbe, hanem jellemzően például, akik nem tudják középosztálybeliek, nem tudják a magániskolákat megfizetni, gyakran ezt az utat választották. Egyébként ezek természetes folyamatok egy rossz rendszerben. De ha jól értem, akkor megkönnyebbülve fogadja azt, hogy erről még szó van, és megkönnyebbülve fogadja azt, hogy a köznevelési törvény módosítása az alternatív iskolákkal kapcsolatban pedig úgy tűnik, hogy legalábbis most megakadt. Megkönnyebbültem abból a szempontból, hogy tegnap kaptunk először egy olyan levelet az oktatási irányítástól, amely háttérmagyarázatokat próbált adni arra, hogy miért vezetnek be sok mindent, és erre ma írtam a választ, így legalább lesz idő eljuttatni még a döntéshozatal előtt ezt a választ, a PDS-nek a választ. Elnök úr, köszönöm, Szűcs Tamás volt a vendégünk, a PDS elnöke, rögtön folytatjuk az adást.